Hello, hello! Ismét egy érettségizős programozós feladat megoldás következik. A nagy bevezető jellegű monológom megvolt az első videóban, úgyhogy most már tényleg csak dolgozni fogunk. Ettől függetlenül bízom benne, hogy ez is hasznos lesz. Szóval tehát itt van a PDF, és innen letölthetőek az állományok. 2017-ben járunk, programozós feladatunk pedig a hiányzások címet viseli magán. A kapcsolódó letöltött állományok között pedig ez a napló.txt lesz az majd, ami a rendelkezésünkre áll. Az ebben lévő adatok alapján kellene majd dolgoznunk, vagyis hát a programnak. Gyorsan meg is nyitom a DevC++-t, létrehozok egy új állományt, valamit beleírok és mentem közvetlenül oda a napló.txt mellé, mondjuk egy main.cpp forrásunk lesz. Rögtön ki is alakítom a kezdeti formát, ahogy legutóbb is csináltuk. Tesztképpen egy hello a kimenetre, és egy futtatással meggyőződünk róla, hogy eddig rendben vagyunk. Na nézzük akkor ezt a feladatsort. Nem görcsöllünk még rá arra, hogy mit kell csinálnunk. Fájból kell adatokat beolvasnunk, úgyhogy elsőként koncentráljunk arra, hogy mi ez. Ha elolvassuk a feladatot, akkor kiderül, hogy hiányzókat próbálnak ebben a fájban nyilvántartani. Kettős kereszttel nyitnak meg egy napot, ott van a hónap nap mögötte ez a dátum, és azt követően sorakoztatják fel a hiányzó hallgatóknak a nevét. Ugye ebben kicsit akkor az a trükk, hogy ezt egyértelműen nem tudjuk egy nap hányan vannak, ez változó. Ami érdekes lehet az a karaktersorozat ott a nevek után, az mint látjuk az órákra vonatkozó állapotot jelenti. Minden nap maximum 7 óra van, tehát azt is kifejtik itt nekünk, hogy ez biztosan 7 karakterből áll minden körülmények között. Adott órán O betűt látunk, hogyha a tanuló jelen volt, X-et, hogyha igazoltan volt távol, I az, hogy igazolatlan, N betű pedig az, hogy ott nem volt neki órája. Tehát akkor lényegében, hogyha valakinek egy napon 4 órája lenne, akkor is valószínűleg 7 karakter lesz, csak akkor az utolsó 3-nál N betűt látunk például. A dolgunk megkönnyítése érdekében tudatják legfeljebb 600 sor van benne, tehát elméletileg egy 600-as méretű tömb elegendő. Legfeljebb 50 tanuló jár, ami abból a szempontból lehet talán számunkra érdekes, hogyha egy napi infót szeretnénk egy tömbben eltárolni, hogy akkor tudhatjuk, hogy az annál nem lesz nagyobb. Nem biztos, hogy erre az információra szükségünk lesz, meglátjuk. Feltételezhetjük, hogy nincs két azonos nevű, mindegyiknek egy vezeték és egy utóneve van. Ez ugye azért lehet lényeges, mert akkor megnyugodhatunk, hogy valóban minden hiányzót jelölő sorban két szó lesz egymás után, egy vezetéknév, egy keresztnév, és akkor utána jönnek az órák. Oké, szerintem ezzel megvagyunk, ezt nagyjából értjük. Kezdjük el akkor ezt beolvasni. Akkor jöhet is az ifstream, legyen a neve infile, megnyitjuk és vele a napló.txt-t nyitjuk meg, és már rögtön gondoskodunk ennek lezárásáról is. Nyilvánvalóan majd itt is valamilyen adatstruktúrát meg kellene határoznunk. Lényegében kétféle dolgot tapasztalunk a fájlon belül, napot, illetve hiányzót. Most megkísérelhetnénk azt csinálni, hogy vannak napok, napstruktúra, és az magában foglal hiányzókat, diákokat. Vagy csinálhatnánk azt is, hogy lényegében egy olyan struktúrán van, ami konkrétan egy hiányzást foglal magában, hallgatónak a nevét, mármint vezetéknév, keresztnév, az óráit, akár mehet az a string egy az egybe úgy, ahogy ott van, aztán vagy megbánom, vagy nem, és hozzá tartozhatna egy dátum. Én valahogy így képzelem el, aztán hát bízunk benne, hogy jó lesz. Létrehozok akkor egy hiányzó nevezetű struktúrát. Ebben egy embernek egy napi hiányzását tárolom el. Ott van, hogy melyik hónap, melyik nap. Ott található emberkének a vezetékneve, keresztneve, illetve akkor egy stringben eltárolom ezeket az órákra vonatkozó állapotokat. A stringnek tudjuk a karaktereit külön-külön indexelgetni, úgyhogy szerintem ez önmagában egy elegendő. A feldolgozás pedig úgy képzelem el, hogy nyilván tartjuk, hogy a soron következő hiányzónál milyen hónapot és milyen napot kell majd rögzíteni, és valahányszor egy ilyen kettős keresztes sorhoz érünk, akkor mindig módosítjuk ezt. Aztán utána jönnek a kis diákocskák, és mindig az éppen aktuális hónapot, napot tároljuk le náluk, és akkor így lesz nekünk egy tömbünk struktúrákból, ez az elképzelésem. Legyen akkor mondjuk kezdetben egy hónap-nap változóm, és legyen egy olyan stringem, hogy kezd. Rögtön el is mondom, hogy miért. Amikor én végére értem egy sornak,
Ezt tudatosan fogom tenni, mert tisztában leszek azzal, hogy mikor végeztem egy sorral. Akkor mindig a kezd változóba teszem bele a következő kiolvasott értéket, és mérlegelni kezdek. Amennyiben azt látom, hogy egy kettős keret van benne, akkor tudom, hogy a hónap nap értékeket kell frissíteni, ellenkező esetben pedig tudom, hogy egy új hiányzót kell majd bedobnom a rendszerbe. Ennyi. Először is megnézem, hogy a kezdbe belekerült szöveg az egyedül egy kettős kereszttel. Biztos, ami biztos, azt nézzük meg, hogy az első karaktere, tehát a nulladik indexű egyenlő egy kettős kereszttel. Ha esetleg mégis olyan feladattal találkoznánk, ahol kettős kereszttel kezdődő szó van a sor elején, akkor tudjuk, hogy így kell. Ebben az esetben rögtön tudom, hogy az infájból a következő infót azt rögtön beledobhatom a hónap változóba, a másikat pedig a nap változóba, ugye? Ez mindig szóköztől szóközig tart, vagy enterig, vagy akármi. Tehát ez így elméletileg jó lesz. Ellenkező esetben akkor egy új hiányzót készülünk rögzíteni a rendszerbe. A hiányzás hónapját és napját azt ugye már tudjuk. Sőt, még a hiányzó vezeték nevét is, hiszen elvileg most az van a kezd változóban. Akkor amit még be kell rántanunk az infájból, a következő elméletileg a hiányzónak a keresztneve, azután pedig elvileg az óráknak az a karakterlánca. Így, ha minden igaz, elérjük egy sor végét, hogyha ezt belerakom egy ciklusba, akkor ez innentől kezdve jól fogja tenni a dolgát. Egy gyors tesztképpen mindkét esetben megjelenítek valamit, akkor ez az egész mehet is akár egy while ciklusba, aminek feltétele pedig természetesen az, hogy sikerült beolvasni egy újabb kezdő karaktert, vagy nem, mert már nincs több sor az állományban. Első lánézésre ez így lesz tök jó. Akkor jöjjön egy kis futtatás. Mi van? Ja, impfile. És úgy látszik, mindenhol így hívom. Akkor talán egyszerűbb őt a deklarációnál, a megnyitásnál és a lezárásnál átnevezni, mert az kevesebb. Szóval, futtatás! Van egy pár adat ebben a fájban. Úgy látom, ott vannak szépen az emberkék. Látjuk, amikor új naphoz érünk, és ilyenkor frissítjük a hónapnap változókat, és utána a hiányzók mindezeket az értékeket kapják. Elméletileg akkor ez így rendben van. Azért még egy-két ellenőrzést eszközölök itt a fájl alapján. Ők is azt csinálják, mint én, hogy ilyen gyümölcsneveket találnak ki. Oké. Természetesen ezekre a kiiratásokra itt nincs szükség, csak teszt volt. Eljárásokra viszont annál inkább, mert így szép, hogy elő csak egy ilyen rövid deklaráció, és akkor a main után fogjuk kifejteni, hogy mi is van benne. Nyilván ez az egész fájba olvasós cuccot van. A mainben pedig csak futásra ösztönözzük, hogy adatok behívása, beolvasásana. Ami még hiányzik, hogy hova tároljuk el ezeket, egyelőre csak a beolvasáson vagyunk túl, úgyhogy lesz egy tömb hiányzók, és ha jól emlékszem, igen, 600 lehet benne maximum. Ekkora lesz a tömb kapacitása, és hogy ténylegesen mennyit pakoltunk bele, az mondjuk egy, hát nem tudom, mondjuk egy összesen fogja azt tárolni. Kezdetben nulla, és majd ahogy rakosgatjuk bele, folyamatosan nőni fog. Ehhez csak arra lenne szükség, hogy amikor egy új hiányzó adatait pakolgatjuk össze, akkor az új hiányzó struktúrát belerakjuk a hiányzók tömbbe, méghozzá az összesenedik helyre. És ezután az összesen értékét megnövelem. Ennyi lenne az adatoknak a beolvasása, elméletileg jók vagyunk. Készüljünk elő a feladatokhoz. Mármint a további feladatokhoz. Elméletileg ez volt az első, úgyhogy már rögtön a kettes fog következni. Ahogyan a feladatban a lenti kimeneti példa is mutatja, ezt a szép második feladatszöveget illendő megjelenítenünk. Na és most jön az, hogy mit akarnak tőlünk. Határozza meg, és írassa ki, hogy hány sor van a fájban, ami hiányzás rögzít. Magyarul, ami nem kettős keresztes, tehát ahol nem dátumról van szó. Hát mi annyira királyok vagyunk, hogy eleve a hiányzásokat tároltuk a tömbbe. Egyszerűen csak mindegyikhez odadobtuk, hogy az melyik dátumon, napon volt. Szóval minden igaz, az az összesen. Akkor bemásolom azt a szöveget, amit ők is, ékezetes betűket kiszedem, behelyezem az összesent a helyére, és bízom benne, hogy azt fogom látni, amit látni kell. Futtatás és izgulás, 139! Nagyon jók vagyunk eddig. Második feladat, Pippa. Számolja meg és írassa ki, hol durvulunk, hogy összesen hány óra igazolt, és hány óra igazolatlan hiányzás volt a fél év során. És ennek majd valahogy így kellene megjelennie. Szerintem rögtön kezdjük is úgy, hogy ezt belerakjuk. Szóval készítsük elő a kis eljárásunkat.
akkor ő lesz a feladat 3 eljárás, harmadik feladat, ezt fogja megjeleníteni, igazolt és igazolatlan száma, igazolt és igazolatlan órák száma. Szóval itt darabszámok lesznek. Tehát legyen egy igazolt és egy igazolatlan változónk, nullával természetesen. Ezeket beágyazom a kimenet megfelelő helyére, és itt a kettő között valahogy el kellene végeznünk a számolást. Mit kellene tennünk? Végignézni az összes bejegyzést, az összes hiányzót. Ez ugye egy egyszerű ciklus. És minden egyes hiányzónál végignézni ezeket az óra státuszokat, ahol I betűt találunk, ott nőni fog. Ja, meg az X-nél is. Tehát az X lesz az igazolt, és az I az igazolatlan. Hát nem tudom, én számomra ez ennyinek tűnik. For ciklus, végigfuttatunk egy I-t nullától az összesenig. Az egyszerűség kedvéért meghatározok egy hiányzót, amivel mindig belerakom az, a hiányzók tömnek az I-edik hiányzóját. És akkor elkezdhetünk vele játszani. Akár még az aktuális hiányzónak az órak értékét is kivehetem egy órak változóba. Mi történik? Egy másik ciklusban mondjuk J-vel, mert I már foglalt itt, elmegyek 7-ig, mert 7 órája lehet, és amennyiben az órak J-edik karaktere az egyenlő X-el, akkor igazolt. Fontos, hogy karakterről beszélünk, tehát ilyenkor apostrófok közé írom az X-et. Ellenkező esetben még egy másik ág, amikor az J-edik karakter az I, ilyenkor az igazolatlanok száma nő. Aztán futtatás, összeszorított ánusszal. 7, 8, 8, 18. Jó, ez annyi. Ők is ezt mondták. Menjünk tovább. Na ugye a negyedik feladat az megint arról szól, hogy nekünk kell egy függvényt elkészíteni, aminek így az alapját nagyjából ideadták nekünk, már csak a megfelelő programnyelvre kellene megírni. Ez a het napja nevű függvény lesz, ami kap paraméterként egy dátumot, tehát hónap-nap, és meg fogja mondani, hogy a hét melyik napjára esik, hétfő, kedd, és így tovább. Jó, hát csináljuk meg. Itt van az algoritmus. Nem tudom, megmerjem-e csinálni, hogy ezt egy-egybe bemásolom és átírom, de szerintem miért is ne. Ez a het napja nevű függvény, ami eredményül stringet ad. Ennek megfelelően alakítom át a külsejét. Paraméterek egész számuk, int hónap, int nap. És ami biztos, az eredményt majd úgy szolgáltatjuk, hogy return akármi. A nap nev, ahogy látom, napok nevét tartalmazza magába, szóval ez egy string típusú tömb lesz, aminek már az elején megadjuk az értékeit. Ugyanígy a napszám akkor egészeket tároló tömb, jelentsen is ő bármit, és akkor lesz egy napsorszám, ami ez alapján áll elő, egyedül a módot kellene átírnunk, ugye százalékjelre. Egyébként a pontos veszélyeket ne felejtsük el az utasítások végéről. A program lefordul, úgyhogy akkor úgy néz ki, hibátlan. Természetesen ezt elől is jeleznem kell, hogy van egy het napja nevezetű függvényem, ami stringet szolgáltat, és két int érték megy neki paraméterül. Elméletileg őt a következő feladatokban fogjuk használni. Az ötös. Kérjen be egy dátumot, hónapnap, melegszik, és a het napja függvény felhasználásával írassa ki, hogy az a hét melyik napjára esett, azt a rohadt élet! Kapaszkodjunk, ez nagyon kemény lesz. Ja, igen, ennek majd futnia is kéne. Akkor gyorsan lopom is, amit a kimenetre kellene küldenünk. Ugye ez az első két sor azt akarja jelenteni, hogy itt majd a felhasználótól kérünk be adatokat. Adja magát, hogy akkor egy hónap és egy nap változóba olvassuk be cínnel az értékeket. Ezután jöhet a nap neve, a hét napja függvényünk hívásával, és akkor természetesen ezt beágyazzuk a megjelenítendő szövegbe. Jó ez, mert akkor legalább tényleg teszteljük a működést. Indulhat is. Itt az ékezetes betűkről megint megfeledkeztem. 2-3-nál elvileg szombatot kellene kapnunk, és úgy is van, én elhiszem, működik. Na én csak az ákat, meg a hosszú ókat még javítom, és megvan. Ide nekem a hatodikat is. Kérje be a hét egy tanítási napjának nevét, és egy aznapi tanítási óra számát, például 2-3. Írassa ki a képernyőre, hogy a fél év során az adott tanítási órára összesen hány hiányzás jutott. Ja igen, tehát akkor itt ezért kell nekik a nap. Önt ugye mutatták a függvényes előtt, hogy néhány tanár már elkezdett gyanakodni bizonyos órák gyakoribb kerülésére. Tehát itt tényleg arra kíváncsiak, hogy mondjuk gyanús, hogy kedden matekról jobban hiányoznak az emberek. Itt ezt akarják kinyomozni. Tehát itt azt fogjuk látni, hogy ebben a fél évben arról az egy óráról azon a napon összesen hányan hiányoztak.
Akkor előtte szépen megágyazunk a hatodik feladatnak is. Az eredmény pedig valahogy így fest majd. Itt akkor ugye megint beolvasás lesz, egy szöveges napnevet akarunk megkapni, illetve egy egész számot, hogy hányadik óra. Hiányzások darabszámát fogjuk majd összeszedni, és ez kellene, hogy megjelenjen a kimeneten belül. Az ugye megint kérdéses, hogy az óra sorszáma az mit jelent, nullától gondolkodik a tanár, vagy egytől? Meglátjuk. Ugye a példában szerda 3 esetén 49-et kellene kapnunk. Ha esetleg nem lesz jó, akkor kipróbáljuk 3-1-re, ugye? Vagy akkor indexekben gondolkodva. És hogyha úgy lesz 49, akkor tudni fogjuk, hogy jó, a sorszám az azt jelenti, egy index plusz 1. Na akkor egyelőre mi programozóként nullától gondolkodunk. Amíg a megoldáson gondolkodunk, addig én egy ciklussal a hiányzókon végigmegyek, abból baj nem lehet. Mit várnak tőlünk? Azokat a hiányzásokat, amelyek adott nevű napon, mondjuk szerdán voltak, ráadásul adott, hogy melyik órában, hányadik órában. Hát ugye ez értelemszerűen ugyanúgy végig kell nézni az összeset, mondhatni. Mi viszont mindenkinél annyit tudunk, hogy mi a dátum, amikor ő hiányzott, és ami alapján mi keresünk, az az, hogy például KEDD. A KEDD alapján nem tudjuk nyilván megkeresni őket, mert nem tudjuk, hogy melyik alkalom KEDD, de van egy függvényünk, aki segít nekünk ebben. Szóval adott hiányzás csak abban az esetben lesz számunkra érdekes, ha... Itt a feltétel. Ha a hiányzásának a dátuma hónap nap szerint, vagy alapján, a het napja függvényem azt mondja, hogy a nap neve megegyezik azzal, amit az előbb beolvastattam a felhasználóval. Értjük? Tehát ha a het napja függvényem az épp aktuális hiányzó hónap nap adatai alapján azt mondja, egy szerda van és a felhasználó szerdát ír be, akkor már mondhatjuk, hogy érdekes számunkra ez a hiányzás. Ekkor érdemes megnézni a hiányzó aznapi óráit, méghozzá az óraindexüt. Vagy pedig az óra mínusz egy. Ez majd még kiderül, hogy emberünk nullától gondolkodik, vagy egytől. Ha az ott található karakter X, vagy esetleg I, akkor a darab számot megnöveljük. Elsőre én így képzeltem el. Hú, itt mennyi ékezed van. Kezdjük el futtatni, szörnyen izgulok. Szóval szerda 3, ez nem jött be, akkor próbáljuk meg mínusz egyel. Na, még voltak ott ékezetesek. Szóval akkor óra mínusz egy. Tehát, hogyha ő beírja, hogy harmadik óra, az nekünk ugye a kettes indexű helyen lesz. Újabb próba. Szerda 3. 49! 49! Király! És ráfordulunk az utolsó körre. Hetes feladat. Na vajon mit tartogatnak még nekünk? Írassa ki a képernyőre a legtöbb órát hiányzó tanuló nevét. Ha több ilyen tanuló is van, akkor valamennyi neve jelenjen meg szó közzel elválasztva. Ajjajajaj. Legtöbbet hiányzó tanulók, Kivi Adrien, Jujuba Ibolya. Akkor lehet, hogy most lesz igazán érdekes számunkra. Az az adat, amit az elején olvastunk, hogy maximum 50-en lehetnek. Ugyanis valami tömböt most kell képeznünk a tanulókból is. Itt most nekünk össze kell gyűjtenünk az összes tanulónak a nevét, nyilvánvalóan úgy, hogy mindegyik csak egyszer szerepel. És akkor a nevekhez valahogyan egyfajta statisztikát is kellene társítanunk. Aztán a statisztikában meg kellene nézni, hogy mi a legnagyobb érték. És utána mindenkit, aki annál az értéknél szerepel, vagy akinél az az érték szerepel, azokat meg kell jelenítenünk. Épp azon gondolkodtam, hogy milyen gyorsan végére értünk, de azért ez az utolsó, ez ott van keményen. Jó, rajtunk nem fog ki, de azért kemény. Na jó, gondoljuk végig szépen. Lépésenként kellenek nekünk nevek. Ugye maximum 50 hallgató lehet, ezeket össze kellene gyűjtenünk úgy, hogy mindegyik egyszer szerepel benne. A nevek mellett pedig kellenek hiányzás számok is. Most én ehhez inkább nem hozok létre még egy struktúrát, egyszerűen az egyikben vannak a nevek, a másikban pedig a hiányzások. Tehát az x-edik indexű emberke nevét megtaláljuk a nevek tömbben, a hozzátartozó hiányzások számát pedig a hiányzások száma tömb x-edik indexű helyén. Tehát így lesznek ők úgymond párosítva egymáshoz. Szükségünk lesz arra is, hogy hányan vannak összesen a hiányzók, tehát hány darab olyan diák van, aki hiányzott valaha és belekerült a rendszerbe. Szóval ott vannak a nevek, a névhez tartozó hiányzásszámok,
és természetesen az, hogy egyáltalán hány bejegyzés van ezeken a tömbökön belül, az biztos, hogy érdemes megint végigmenni az összes hiányzó bejegyzésen. Itt kulcsfontosságú lesz a hiányzónak a teljes neve, vezetéknév hozzáfűzve egy szóköz, ahhoz meg a keresztneve. Jé, el is felejtettem tényleg, hogy itt is működik a plusz jel összefűzéshez, na mindegy. Két dolog lehetséges, ez a név már szerepel a nevek tömbönben, vagy még nem szerepel. Amennyiben nem szerepel, akkor nyilván bele kell raknom, amennyiben szerepel, akkor valószínűleg valami módosítást kellene majd eszközölnöm. Mindenképpen meg kellene tudnom, hogy éppen benne van vagy nincs. Ehhez akkor mondjuk segítségül hívok J-vel egy for ciklust, ami darabig fog menni, hiszen most jelenleg éppen annyi darab nevet gyűjtöttünk össze eddig. Ha a nevek tömböm jedik indexű eleme pontosan ezt a nevet tartalmazza, akkor azt jelenti, hogy emberünk már benne van a jedik helyen. Mit kezdjünk ezzel az információval? Szerintem tároljuk le. Mondjuk a ciklus előtt legyen egy X változónk, mínusz egyel. A mínusz egy az azt fogja jelenteni, hogy nem találtuk. Amennyiben ez a feltétel teljesül itt bent, akkor az X-be beletesszük a J-t. És mivel megvan, nincs értelme tovább kutakodni a tömbön belül, egy break-kel meg is szakíthatjuk a ciklust. És ezután, ha az X értéke mínusz egy, mi van ekkor? Ez azt jelenti, hogy nem találtuk a tömbben, tehát épp itt az ideje őt beletenni. Azaz, beteszem őt a neveknek a darabadik helyére, a nevet, és akkor nyilván a darab értéke egyen nő. Végeztünk-e? Illetve ezzel az X-el tudunk-e még kezdeni valamit? Szerintem igen, gondoljuk végig. Tehát most éppen egy olyan helyen vagyunk, ahol a szóba forgó embernek egy napra vonatkozóan látjuk a hiányzásait. Azt azért már érdemes összeszámolni. Sőt, kétféle szituáció is van. Vagy egy teljesen új embert rakunk bele a tömbbe, vagy pedig ő már egyszer benne van. Ha új ember, akkor az aznapi hiányzásait így is úgy is bele kell tenni, hogy a későbbieket utána ehhez hozzáadhassuk, ha pedig már egyszer benne van, akkor az e napi hiányzásokat hozzá kell adni a meglévőkhöz. Tehát igazából itt mindenképpen van dolgunk. A darab növelés előtt azért még az X-be beleteszem a darab értékét. És mit fog jelenteni az X? Hogy hányadik helyen található az az ember, mármint annak az embernek a neve, akinek épp most valamelyik napi hiányzásait vizsgáljuk. Az ezen a ponton már lényegtelen, hogy őt most adtuk hozzá először, vagy lényegében már többször találkoztunk vele, és úgy is meg kell vizsgálni, hogy akkor mi a helyzet a mai hiányzásokkal. Esetleg mivel őt itt adjuk hozzá először a nevek tömbünkhöz, és arról már megbizonyosodtunk, hogy ő akkor innentől kezdve az x-edik indexű diák, a hozzátartozó hiányzások számát az x-edik indexnél azért beállíthatjuk nullára, biztos, ami biztos. Ilyenről indulunk, és akkor innentől kezdve adogathatjuk hozzá a hiányzásokat. Akkor most jönnek az órák a mai napra vonatkozóan. Azt már lerendeztük, hogy ez a név már benne volt, vagy most került bele. A lényeg, hogy tudjuk, hogy ő az x-edik helyen található a hiányzások száma tömbön belül. Most már megint csak arra van szükség, hogy 0-tól 7-ig végig haladjunk az orakon, és akkor minden jedik karakterre megnézzük, hogy az értéke X vagy I, mert amennyiben igen, ott egy hiányzásról van szó. Ilyenkor a hiányzások száma az X-edik helyen meg fog nőni egyel, ugyanis még mindig az X-edik emberkéről beszélünk. Ezzel lényegében elő is állítottuk a statisztikánkat, akár gyorsan meg is nézhetjük. Csak elindítok egy ciklus nullától darabig, és megjelenítem a neveknek az i-edik elemét, és a hozzátartozó hiányzások számának is az i-edik elemét. Jöhet a futtatás, és igen, itt már látszik egyébként, hogy Adriennek és Ivójának elég magas a száma, és hogy egyezik. Tehát, ha minden igaz, őket kellene eredményül kapnunk. Itt akkor egy szimpla maximum keresés történik. Feltételezem kezdetben, hogy a legnagyobb hiányzás nulla, és valahányszor azt látom, hogy az ijedék hiányzások száma nagyobb, mint a max, akkor a maxba ezt a hiányzás számot fogom eltárolni. A ciklus után a maxba már a legnagyobb hiányzás szám szerepel, itt már csak az a dolgom, hogy újra végigmegyek, és akinél ezt látom, annak a nevét megjelenítem. Szépen előkészítem, jöhet oda a felvezető szöveg, nem teszek utána sortörést. Ezután fognak jönni szóközzel a nevek, egy nagyon hasonló ciklus nullától darabig,
ahol a hiányzás szám egyenlő a maximummal, ott az ahhoz tartozó ijedik nevet megjelenítem előtte egy kis szóközzel, és nincs a végén sortörés, vagy a következő is majd utána jöjjön. Esetleg majd az egésznek a végén kiküldök még egy sortörést a kimenetre, hogy szép legyen. Jöhet az igazság pillanata. És Kivi Adrien és Jujuba Ibolya! Ez is jó lett. Jó, hát emiatt tűnt olyan egyszerűen és egyszerűnek és rövidnek ez a feladatsor, mert a nagy ágyút a végére tartogatták. Hát bízom benne, azért érthető volt maga a stratégia. Ezzel is megvolnánk akkor, úgyhogy... Hát még mindig azt mondom, hogy azért gyakoroljuk a beolvasást. Tényleg próbáljunk ki minél többféle változatot, minél többféle struktúrát. De értelemszerűen nem maradhat el a többi se, úgyhogy hajrá!